Örülök is, meg mindjárt sírok is. Piros póló, nálad van. Csatorcipő. Testápoló. Igen, igen, csak olyan ideges vagyok. Meglátod, hamar eligazodol majd. Szevasz. Bár csak én is mennék veled. Aztán írjál be soká. Aztán most minek is mész? Ne nagyon mondja nekem a Móni, de már mióta. Várjál. Anikó, bazd meg. Üljél fel azonnal az első buszra és gyere. Tudod milyen, amikor megy neked a lapod? Mikor király vagy, tudod mi az, hogy I love Budapest? Puszil téged a legtutibb barátnőd, Móni baba. Gondoltam, hogy valami ilyesmi. Én nem mennék a helyedbe. És miért mondasz te ilyet? Mert igaz. Mert még én is meggondolnám. Na nézzél rám, Ferike. Nézzél rám. Azért vagy te megsértődve, mert nem vetted el a szüzességemet, igazam van? Ha ugyan megvan még? Hát de nagy majom vagy te, Ferike. Ez nem vicc. De csak csináld. Már azt hittem, hogy a Ferike rossz helyen tett ki. Móni, micsoda nő lettél te? Hú, de megnőttél, Cepetű. Na, kis dugó, most megérkeztél a tutiba. Odas, milyen aranyos ez a fiú. Nehogy már ide tedd ezt a táskát. Tudod, milyen nagy élet van itt, hogy milyen csávok vannak? Anikó, te egyáltalán tudod, hogy hol vagy? Most nem pálukon vagy, ez nem olyan kispályás, érzékeled ezt. Ezt neked vettem. Magamnak is vettem egy ugyanilyet, ez egy alap. Enélkül nincs meg a ruhatárad. El is takar, de mutat is valamit. De klassz. Ez fog neked nagyon jól állni, majd kisosod, kilátszik belőle. Nagyon ott van. De szép. Két. Kurva jó, nem? Hasamat azért nem furatnám át. Mondjuk mindig vágytam egy ilyen szexisebb ruhára. Figyelj, nem kicsi a cicin. Figyelj, látod ezt a kis pusapos melltartót? Itt meg emeli, és olyan, mintha kétszer akkora lenne. És ha leveszed? Figyelj, mert leveszed, akkor az már nem számít. Ez egész arról szól, hogy előtte mi van. Kókusz vagy, Ivan? Van. Három gombócot kérek szépen. Én csak egy kóla lájtot. Haza. Várjál, mindjárt jövök. Na, ez volt a Krisztián, láttad? Jaj, Móni, majd én is szeretnék egy ilyen nagy szerelmet. Várjál, visszajött. Adjad. Na, add át a telefont, hallod? Na, mi a pörgés, öreg harcsa? Hát semmi. Most érkeztél meg? Pár órája, igen. Ha
Menj ma a picsába, bazd meg! Én nem hozzád beszélem. Te mutatsz majd neki. Az egy köcsög, úgy, ahogy mondom. Figyelj, én nem megyek vele üzembe, jó? Na, egy pillanatos ott vagyok, Móni, ez most ennyi. De figyeld, nem azt mondtad, hogy elmegyünk ma este? Móni. Ő is ott dolgozik, ahol mi fogunk. Anikó, Krisztián még életében nem látott gyárat. Hát ez a gyár, ez elég gáz. Na mindegy, egyelőre ez van. Együtt leszünk, kibírjuk valameddig, aztán úgyis elhúzunk oda a picsába, nem? Te mondtad, hogy jó lesz, én nem tudom. Figyelj, darabig jó lesz, aztán úgyis eljövünk. Érted, most már te is kibírsz pár hetet, nem? De. Figyelj, én már látom, hogy mi van. Van egy gazdag palid, aki elvesz. Mert előbb-utóbb elvesz, és érted, ez annyi. Menj el akármelyik plázába vagy diszkóba, és nézzél kerül, nézd meg ezeket a lányokat, ezeknek igazuk van. Fasz fog egy gyárban megrohadni, nem? De. Csak azért az érzelmek azok fontosak. Persze, én se úgy értettem, de mit csinálsz az érzelmekkel, azzal nem lehet lemenni a közértbe. Anikó, itt olyan lehetőségek vannak, csak figyeld majd meg. Figyelj, itt olyan lóvik röpködnek, hogy abból nekünk is jut, én ezt már észrevettem. És ha ügyes vagy, és jól nézel ki, akkor ezek odaadják neked, esküszöm így. De viszont nagyon jól kell kinézned ahhoz, hogy foglalkozzanak veled azok, akikkel érdemes kezdeni. Ezt majd kitaláljuk. Az biztos, hogy nem fogunk otthon ücsörögni a porban, mint a birkák. Azért kurva jó, hogy itt vagy. Ez itt teljesen más lesz. Nekem is jó lesz. De jó illatod van. Jó, mi? Megmutassam, hogy hová fújjál. Ide fújsz a füled mögé. Megnézed csak ide belülre. Két csuklódra. Látod? Hogyha így mutogatsz, meg magyarázol, akkor messzebbről is érződik, nem csak, hogyha közel hajol. Pont az a lényege tulajdonképpen, hogy ezzel így bekeríted a palit, úgyhogy észre se vesz, hogy be van kerítve az illatoddal. Te tudod, mire gondoltam? Na. Képzeld el, hogy most itt van ez a város, és mindenki siet valahova. És csak nekünk nincsen senki és semmi. Nekem kicsit összeszorul a szívem. Mert egy kis buta vagy. Ne szarjál be, minden rendben lesz. Én már kiskoromban is nagyon sokat álmodoztam, meg vágyottam el. Képzeld el, hogy feküdtem a kis ágyamban a hanyat, 4 vagy 5 éves lehettem. Ilyen rácsos kis ágy volt. Szóval feküdtem a hanyat, és lehúztam a trikómnak a vállát. És arra gondoltam, vagy inkább éreztem arra, hogy azt, hogy mi lenne, hogyha jönne egy igazi férfi. De olyan igazi férfi, érted, Móni? Értem. Én neked is lesz olyan pasid, mint nekem a Krisztián. Hú, az már jó lenne. Azt képzeltem mindig, hogy a kérők sorba fognak állni a Kossuth utca teljes hosszában, a kerítés mellett. Már nem tudtam elképzelni, hogy lesz az, hogy én valakivel találkozom. Hát igen. Figyelj. Egy nagyon fontos van, hogy jól megnézd azt a hapsit, akitől akarsz valamit. Legyen benne perspektíva. Érted? Berakom az infót! Látod? Aztán vakalapát, ha megfogod, és jól levet. De nagyok a kicsi, mert azt a kenegetem, amit nincs értelme. Vegyél már fel maszkot! Nem kérek, köszönöm szépen! Ne bolondulj már meg! Olyan tüdőbb vagy, kapsz a szénfartalodnak! Még a segged is tiszta fenekeret! Menjél! Ott van az ablak mellett! Mindegy, figyelj, úgyse leszünk
sokáig. Ugye rögni tudsz ezen az egészen, hogyha majd kurva nagy autókkal fogunk kocsikázni. Hízzál már bennem. Lücsö! Gyere! Nem érünk rá! Gyere! Azt láttad, hogy megy a kocsi. Gyorsan kell dolgozni, mert a gép az nem áll meg. Amilyen gyorsan tudom, megfogom és leszedem. Aztán a készek, hogy jöhet a következő. És mennyi időnként van pihenő? A gép beviszi, kimetszi. 25-30 hasával jön ki. Aztán ha megint kész, akkor megint befejeztük. Tessék, itt a szénfor. Kalapács! De én nem vagyok olyan erős! Muszáj, erősnek lenne! Fogd meg! Én ezt nem fogom bírni! Bírni kell! Szóltam a nagyfőnöknek, hogy gyenge vagy, rakjon be a csomagolóba. Köszönöm. Ne köszönj, mert nem tud berakni. Azt mondja, hogy most ezt kell, hogy csináljam. Téged meg honnan szalajtott? Páhok szoboszlóról. Nem úgy értem, hanem, hogy miért jöttél ide? Ja? Hát nekem van itt egy barátnőm, a Móni. Ő intézte ezt az egészet. Nem is tudtam volna hova menni máshova. És hogy tetszik itt? Mert azt látom, hogy ki vagy, mint a liba. Hát nem nagyon. Majd mikor 16-ozol. Milyen 16-ozás? Hát az, hogy megcsinálod a magad 8 óráját, aztán a gép meg nem állhat meg. Úgyhogy megcsinálod a másik 8-at is. Á, én nem maradok itt sokáig. Múltkor láttam a Madonnát énekelni a tévében, és ilyen fehér volt a nyelve, mintha beteg lenne. Tudod, ilyen fehér. Pedig már gyereke is van, nem értem. Már megnézed fel. Hát már felvettem. Akkor mutasd. Még kicsit fázok benne. Majd megszokod. Én még télen is ezt veszem föl. Nem vagyok benne nagyon deszka. Elég jól áll. Na látod, azért szeretem ezt a szoknyát, mert olyan jól kihozza a seggemnek a formáját. Ja, szerintem is szexi. Mi ez olyan, mint a tenger? Ez micsoda? Szempillagöndörítő, használtál már ilyet? Nagyon óvatosan kell vele bánni, mert még a szemedet is becsípheted, látod. Hú, én ezt nem merném. És ez a krém? Ez nagyon drága. Na jó. Figyelj. Lehetőleg minden nap ugyanúgy kémezd be az arcod. Most azt mondom el neked, amit én szoktam csinálni. Ez egy alapozó előtti krém. Megvárod, míg beszívja, és aztán lealapozod magad. Csikis. Azt kell jön a szem. Csukd be. Csukd be. Meg a száj. De most nem tehetünk annyit, amennyit én szeretnék, mert fogyóban van. Úgyhogy takarékoskodni kell vele. Basszus, mennem kell. Figyelj, fejezd be magad, de ne sokat használj. Jó. Hello.
Móni! Elmentek! De mindjárt jönnek vissza! Jó, akkor megvárom. Itt akarja megvárni? Én nem tudom, hogy ki vagy, de én ide lettem hívva üzleti ügyben. Elég fontos, úgyhogy jó lenne, ha beengednél. Miki vagyok. Móni ismer. Kinyitom. De nekem semmit se szólt. Nem is gondoltam, hogy ilyen fiatal. Hangodból ítélve. Háló. 9, nem is késtem olyan sokat. Mikor jönnek? Á, még soká, mert most mentek el nem olyan rég. És te ki vagy? Még nem láttalak itt. Na, még nem is láthattál, csak most jöttem. Ez meg milyen ruha, csak nem katona vagy? Dehogy is, szekurit is. Ilyen őrzővédő ügyekben vagyok benne. Ez a szakmám, az erő. Engem például 3 év alatt egyszer se ütöttek meg, csak egyszer. Akkor se fejre, nem téma. Nagyon nehéz munka lehet. Az. És bonyolult. Mert észnél is kell lenni, nem csak erősnek. Én nem tudnék más bántani. Nekem van olyan kollégám, aki olyan intelligens, mint egy igazgató. És mégis azt mondom, hogy nagyon fain ember. Most mit hallgatsz? Csak hallgatlak. Dolgoztam például négerekkel is. Ami jó volt a dologban, hogy soha nem kérdezték, hogy ki vagyok, hogy mi vagyok. Én se kérdeztem őket. Én például nem is vagyok fajgyűlölő. Én se. És honnan ismered a Mónit? A gyárból. Jé, hát te is ott vagy. Már nem sokáig. Á, én is csak átmenetileg veszek ott. Hány óra? Elmúlt már 9:30. Adjak valamit enni? Van. Aha, túrós tészta. Szereted? Jó, hogy. Kajás vagyok, mindig olyan ideges leszek. Te csináltad. Jó. Kicsit kemény maradt a szalonna. Egyébként engem nem olcsó etetni, mert én egy evésre megeszek egy 5-7 tojási grántottát, meg hozzá fölkülő kenyeret. Jó a húzatod. Jó. Nem tudom, mi van velem, csak úgy jön belém a kaja. Nekem nem volt szó. Hát ezek nem jönnek. Lehet, nem várok tovább. És elmész? Ha. Mit mondjak a Móninak, hogyha visszajön? Figyelj, engem megtalál a gyárból, csak gondolja, mert érdekel mi a dolog. Te az hogy hívnak? Anikó. Azért egyedül nem csinálnám. Azt tudod, ugye? Remek kezem, lábom. Nem hiszem, hogy sokáig itt tudnék maradni. Én se akarok itt megöregedni, ezt gondolatot. Ez csak az elején van, már mondtam. Egyébként megtalált már a Miki? El is felejtettem, ugye, Ciki? A Krisztiának kellett valami. Elég helyes, nem? Ja, elég állat. Hülye.
Szerinted nem túl kövér egy kicsit? Már a Miki, a gyárban a biztonságok mind olyan kövérek, nem olyan jó izmosak. Nekem tetszik. Persze, helyes, nem is ezért mondtam. 16 osztál már? Nincs kalád? Na, gyere anyukám, legyen. Van eljön bőven, ha kell. Mi van? Mit szopogatod? Gondolkozok. Na, csak addig gondolkozzál, hogy mindjárt vége van az ebédidőnek. És mind gondolkodol? Hát, nem tudom. Nagyon nehéz ez. Hát, csak ne nagyon álmodozzál, mert álmodozás az élet megrontója. Az anyám mondta nekem mindig. Igaza van. Reggel 3-kor kelek, este 7-kor meg már fekszem. Fürdés, fekvés, kész. Ennyi az egész. Ebbe nem fér bele az álmodozás. Ez szörnyű. Miért szörnyű, anyukám? Ez az élet. Én egész másképp képzelem az életet. Érzem, hogy csak jobb kell, hogy legyen. Ma összefutottam a Mikivel, de most tényleg tetszik neked? Egy barizeles szendvicset kérek, meg egy narancslevet. Köszönöm. Még egy narancslevet. Csuki van? Nincs. Oh. Egyébként, hogyha tetszik neked, úgy néz ki, hogy te is jó vagy nála. Egyébként koszos már a nyakad. Itt? Nem értem, mindig úgy lezuhanyozok, aztán mindig marad valahol. Sokan, Marika. Ez milyen nagy pont most belül? Mi csináljam, mert ne ilyen hangosan. Te még olyan... Majd otthon megcsinálod. Anya, nem mondtad meg, hogy tetszik neked. Nem mondtam meg, ne szarjál be. Elveszem a narancslit. Szevasz. Találkozót intézed? Persze, ma este gyere fel. Most megvárunk. Jó. Hello. Szia. Egyébként szerintem nem olyan nagy szám ez a Miki. Ha gondolod, akkor találtunk neked egy másik faszit. Mindegy, hogy milyen virágot kezdünk el locsolni, locsoljuk szépen, nő. Jézus, ezt a baromságot. Ezt te hiába locsolod. Higgyed el, én jó hatással leszek rá. Krisztián nem tudja, hogy mi egy gyárban dolgozunk, úgyhogy nehogy elszól magad. Nem tudja. Nem erről van szó. Jó, figyelj, mutasd nekem egy ilyen embert az éjszakában. Nem erről van szó. Már mondtam a múltkor, hogy Palit lehet rá szerezni, amennyit akarsz. Na jó, oké, csá, majd még beszélünk róla. Szevasz. Krisztián, ő Anikó a barátnőm. Már találkoztunk. Király. Ő meg Miki. Egyébként őróla volt szó. Csáó. Mónika, itt van, amit kértem tőle. Már előkészítettem. És meglubogtattad mindenki előtt. Mondom, hogy nem. Na jó van, nem is gondoltam.
Na, tépjünk el valahova, aztán majd ott mindent megbeszélünk. Te így jössz? Ja. A Miki biztonsági őr a gyárba. Igen, most gyárba, de voltam már security is a három tenoron is. Na, a sirály. Menjünk valahova, aztán majd ott megbeszéljük a dolgot. Annyira szeretek. Most már olyan jó ez a város. Pedig azért az elején féltem. Most végfutott rajtam egy áramlat. És azt érzem, szerintem azt érzem, Móni, én az egész életemet le tudnám itt élni. Olyan jó. Nagyon jó. Szia, más nem szia. Jaj, mondjad. Ki olyan aranyos okoljáról van szó. Fie, ennyi kell. Ez az elő. Zombi van, Feta. Csak, csak, csak! Szavasz, Krisztián! Csá, te anya szomori. Hé, te! Széjjelőm a fejed, te kezi! Összebírod még hozni a dolgok? Hát, ja. Üljetek le. Valahogy igen. Láttad annak a lánynak milyen emelője volt, amivel felpocolta a mellét? Te rád is rád férne, a toppa nélkül nem mutat. És ez nem hamis? De tiszta hülye vagy, Anikó, már a múltkor is megmondtam, hogy nagyon jól kell kinézned ahhoz, hogy foglalkozzanak veled azok, akikkel érdemes kezdeni. Mert nincs semmi esélyed. Egyébként meg kösz szépen. Mit? Megkérlek, és elszólod magad ezzel a kurva gyárral. De nem is vette észre. Ez nem a te érdemed. És miért nem tudhatja meg? Figyelj, ezt most hagyjuk, jó? Máskor neked legyen elég az, hogyha megkérlek valamire, akkor ne tartsál be, jó? Hello. Én vagyok a Miki. Mi van? Mi a gond? Semmi, csak itt nyújtózkodok, nézem. Jó, csak menjél vissza, mindjárt megyek én is. Jó, oké, és dumáljátok csak. Na, megigazítottad már magad, mehetünk. Na jó, nem haragszom, oké? Okay? Oké. Okay. Na jó, ezt nem bírom tovább. Tessék. Köszönöm. Mit csinálsz? Bejönnek, ne csináld már. Ez van. Nézd meg magad. De kényelmetlen.
Figyelj, majd veszünk olyat, amiben már gyárulad is benne van. Addig meg jó lesz ez is. Abszolút dörös, hidd el. Ja. Szerintem egy nagyon komoly törvénye van ennek a beengedő szakmának. Mert ez egy csapat valahol. Lányok, üljetek ide. De nem tart a szarra, mert a többiek azt megérzik. És akkor úgy kivágnak, hogy ihaj. És egyébként ezt meg is lehet érteni szerintem. Krisztián. Cseh. Halló. Mondjad oda hozzá. Oké. Te? Mit iszol? Szóval, hogy tetszik a Krisztián? Nagyon csinos. Csak én mindig féltem, hogyha az enyém lenne. Hát nekem nagyon tetszik az, hogyha egy pasi nem olyan hétköznapi, hogy nem az van, hogy elmegy dolgozni, aztán meg hazajön. Krisztián sokszor nincs velem. És nem hiányzik? Olyan nagy életetű. Egyébként is egy pasit úgy tarthatsz meg, hogyha szabaddá teszed. Hello. Elintézem. Szóval... Te is szereted a sok lóvét, meg a szép verdákat. De gondolom azért a gyárban nem keresel valami sokat. Azért, hogy ügyes az ember, mindig csúran csöppen valami. Hát azért ott csak apró pénz lehet. Miért? Mit nevezel apró pénznek? Ezt néhány perc alatt kerestem. Ez csak egy pár százas. És semmi ahhoz képest, amit mások keresnek. Én is fejlesztem föl magam, hogy ne csak apró pénzeim legyenek. De ehhez kell egy kis bevállalós élet, ha érted, hogy mire gondolok. Egy nap alatt? Ennyi ez forintba? Nem egy nap alatt már. Valamit már is nem értettél meg. Percek alatt. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy rá tudsz-e állni erre a gondolkodásra, vagy sem. Rá. Jó van, öcsém, csak ne kapkodd el. Majd még konzultálunk a dologról. Remélem, a Miki ráérez, hogy mi a pálya, mert a Krisztián mellett tudna keresni. És milyen munka ez? Hát ezt nem tudom, csak azt tudom, hogy dől elé, és ez elég. Figyelj, én... El tudok jönni a gyárból is, hogyha a megfelelő ajánlatot teszel. Jó, majd még visszatérünk a történetre. Persze csak akkor, hogyha nekem is van benne valami, érted? Figyelj, csak elviekben mondtam. Először még meg kell nézni, hogy elfogadnak-e. Mert erre a dologra akad jelentkező bőven, azt gondolhatod. Figyelj, én biztos jól lennék neked, mert én csináltam már húzósabb dolgokat is. Nem egyet. Majd akkor fölhívlak, mondd a mobilodat. Most nekem a mobil az úgy van, hogy már láttam egy akciót, csak... Ne fárasszam az akciókkal. Majd adok egyet. Még egy sört kérnék. Figyelj, kérsz még egy ilyen koktélt? Nagyon finom. Képzeld el, a múltkor olvastam egy képregényt. Hát olyan állatdumák voltak benne. Még például? Hát ezt most így nem tudom, de akkor ez így nagyon tetszett. Ja. Halló. Na, lépjünk innen. Ne, most hát olyan jó itt. Le kell mennem Siófokra egy kis léért, meg aztán már meg is fürdök. Komolyan? Most? Azért a Krisztián nagyon tud élni. Páhokon ilyenkor már rég alszunk. Van benn nálunk egy fiú meg egy lány, és annyira aranyosak, most ismerkedtek össze nemrég. Az egyiknek fekete a haja, a másiknak meg sárga. Meg olyan jó tépet, a sárgát. Tudod, Móni, melyiket? Na, és azt akarom mondani, hogy ilyen aranyosak gyűjtögetnek meg, rakosgatnak félre. Milyen jól megvannak. Nagyon aranyosak. Micsoda nagy élet, nem? Te is így imádod kidugni az arcodat a szélben.
tudatosító. Ja? Azt hittem, hogy teknős. Nekem az a kedvenc állat. Wunderbaum. Aranyos. Nekem, ha lesz egy önálló lakásom, akkor biztosan lesz egy teknős bikám. Figyelj, hogyha egész közelről belenézel a szemébe, akkor úgy tud rád nézni, meg tényleg olyan, mint hogyha tanácsot lehetne kérni tőle. Olyan okos. Ez miért álltunk meg? Ne nyíjeskedj! Ki a faszom nyíjeskedik? Gyere már! De nem most! Inkább menjünk! Muni, gyere már! Nem nyíjeskedem. Úristen. Na. Mindjárt másképp érzem magam. Nem? Cica. Na, húzzunk a fenébe. Ebben nincsen WC papír belegyűlve. Látod? Erről beszélek. Itt kezdődnek a dolgok. Nem rossz. Na, tipli fürdeni. Jó? Jó. Nektek van fürdőruhátok! Mi a fasznak? Móni! Te is levet közöl! Anikó! Tudsz egy kicsit lassabban vetkőzni? Anikó!
Meg csinál! Nem látnak, hallod? Nem látod meg. Hagyjál már végig! Játszod a fejedet, ne csináljad már! Miki, mondtam, hogy ne csináld, én nem itt akarom! Nem itt akarod, ne játszod már a fejedet, gyere már! Menjél innen! Nem van mi? Alig ismerjük egymást, hallod? És én azt olyan szebben képzelem el, érted? Figyelj, utazunk el valahova, csak te meg én, jó? Elneszolt magad, hogy nem volt semmi. Na, húzzunk a faszba! Mert nekem holnap reggel 10-kor dolgom van. Mi van, összevesztetek? Szerinted az normális dolog a részéről, hogy így viselkedik velem? Csak azért, mert nem dugtunk rögtön. Hát ennyit a locsolgatásról. Én mondtam, hogy ezt te hiába locsolod. Mert mindig azok a hülye elvárásaid meg álmaid. Térjél már vissza a földre. Miért? Szerinted az nagy dolog, hogy a földön vagy? Hát te se lesz nagyon büszke. Mi van? Mi van? Na most ezt mire mondtad? Fölötte azt jól. Nem tudom, mondja csak ki. Hagyjál már béki. Én nem bebaszok egyet a kurva életbe. Most nem verlek meg, Móni. Nem is tudnál, te kis hülye. De tudnálak, meg se érdemlenéd. Hogy lehetsz ilyen patkány? Móni, én azt hittem, hogy a barátság az az, hogy megmondjuk egymásnak az igazat. Na jó. Én ez már túl fáradt vagyok, ezt nem hallgatom tovább. Mi van, mit bámulsz?
Figyelj! Hm? Nincs vetlenül valami száraz holmid, mert az enyém mind vizes maradt. Ott van, vedd el. Bármit kivetsz, onnan akarsz, bármikor. Tiszta jösség volt tegnap veszekedni, nem? Annyira rossz volt, hogy így bánt velem. Figyelj, kis pályás bozd meg. Miért nem jössz velünk? Nehogy már miatt az idióta, Miki miatt ne gyere. Na jó, figyelj. Eljössz velünk és kész. Monika, gyertek ide! Kicsit öreg, de nem rosszabb, se tele van pénzem. Krisztiánnak nagyon jó barátja, beszél vele valamit. Figyelj már, nem akarom, hogy azt így, hogy tetszik nekem. Mi vagy, Tanika? Nem kell vele rögtön kúrni, csak érezd már jól magad. Kapirgáljatok. Te aztán tudod, mit oldoglik a lény? Nekem dudász kis autó. Jó szakú a környék. Frankó, mondod, nem viccelsz? Nem viccelek. Tényleg tetszik. Én azt értem, de te azt meg tudod ítélni? Hm? Nagyon kemény. Számítasz. Ide ülsz az asztalomhoz, vágod a pofákat, most mondjad! Semmi, csak azt akartam mondani, hogy nagyon kemény vagy, Szabolcs. Na jó, majd később találkozunk. Mónihoz menjek? Ez mekkora paraszt. Tudom, hogyha bemegyek, de nekem tényleg azért mondták direkt. Te az nem a Miki? Csúrikám, ez tényleg nem a te napod. Menj haza. Mármint egy nagyvárosi nő olyan vagy te. Kezdj a csokolom. Szia. Te vagy. Perikém két pólát, meg két kis unikumot. Perike! Lájtott, léci. Na, és amúgy Pesten mi van? Nagy élet van. Jó pörgős ott az élet. És hova pörög az az élet? Megy ám mindenki mindenfelé. Ha,
Rákapcsoltatok nagyon. A Món is. Ha hazajön egyáltalán. Nem is köszön már az embernek. Meg se ismeri már az embert. Menj már, haragudjál már, Ferike, hogy ott sörűbb az élet. Na. Anyukám, inkább ezt nézd meg. De vágytam már egy ilyenre. Gondolod, illik ez még nekem? Felpróbálom. És amúgy? Hogy amúgy, Ferike? Hát, tudod te azt jól? Nem bántod meg? Ferike, te most tényleg azt akarod hallani, hogy milyen rosszat nekem? Mi? Anikó. Teljesen jól áll. Tök jó az alakod még. Nézd, hogy megnéznek-e. Mi is törődjünk velük. Majd kiesik a szemük. Mesélj. Mónival jól meg vagytok? Jól. Nélkül nem is tudnám, hogy mihez fogjak. Csak így... Az van, hogy állandóan azt érzem, hogy... De folyton, hogy látszik rajtam, hogy nem vagyok odavaló. Meg megnéznek a metrón, meg lenéznek. Hogy biztos piaci ruhá is, nem üzletből vette. Hát aztán lesz neked még szebb is. De én nem csak a ruhára mondom, hanem... mint embert is megnéznek, meg lenéznek, meg ilyenek. Meg lesz az életed, meg lesz minden. És van-e már valakit? Hát lett volna egy fiú. Biztonsági ír a gyárba. Csak most még sincs. Villogatod az órod? Semmi. Csak egy kicsit vagyok szomorú. Egy fiú érte, érdemes nekem elhiheted. Honnan tudja a Rózsnéni, hogy fiú miatt? Hát csak rád kell nézni. Rád van írva, anyukám. Aj, szemét patkány mindegyik. Mindegyik? Az. Egytől egyik. Úgyhogy ne is áltasd magad. És a Rózsi néni nem hisz. Vagyis hát nem... Nem szeretne a Rózsi néni egy ilyen nagy szerelmet. Milyen nagyot, anyukám? Ekkora? Megint eltűnt a Krisztián, nem jelentkezik. Úgy el tud tűnni ilyenkor. Miért nem mész föl hozzá, vagy hívod föl? Á, azt se tudom, hogy hol lakik. Ezt azért jól kitalálta, ő mindent tud rólam, én meg semmit se róla. Néha már nagyon tele van a tököm az egésszel. Mondd meg neki, hogy ez így nem megy tovább. Fenyegessed meg, hogy elhagyod. Ja, aztán utána megkönyörökhetem vissza magam. Volt már ilyen? Nehogy ezt itt, hogy beszart, tudnék mesélni. Nem, bazd meg, ezek ilyenek. Érted? Vagy egy nagy szám, akiért meg kell küzdeni, meg el kell viselni érte dolgokat, vagy egy zíró, aki meg téged nem érdekel. Ez van. Hát nem tudom. Itt az embernek egy kicsit a rosszabbik fele jön ki, érted? Hogy is mondjam, végül is ahhoz, hogy talpon tudjál maradni itt Pesten, ahhoz az kell, hogy ne csak az a tisztességes jó kislány legyél. Hanem el kell felejteni magadat ahhoz, hogy meg tudj élni, hogy fent tudj maradni, és be tudj illeszkedni. Egyes emberekhez, egyes körökbe. Itt nem lehet szépelegni. Hát nem tudom. Itt keménynek kell lenni. Na, ott a Miki. Mindjárt elájulok. Na, most szépen oda megyünk hozzá. Szia! Hello! Hello! Szia! Gyere, ülj le!
A múltkor hallottam a tévében, hogy ugyanannyi éhező ember van a Földön, mint amennyi túlsúlyos. Most mondd meg, az a sok dagat hájpacni, miért nem ad egy kis kaját szegény afrikai csórikáimnak? Ezt nem értem, bazd meg. Ezért ilyen szar a világ. Egyébként keresni fog téged a Krisztián. Nem tudom, hogy mit akar. Majd minden attól függ. Hogy mit akar? Be akar venni a bizniszbe? Na, Anikó, gyere, menjünk. Már akartalak hívni. Igen? Mikor? Akkor hívjad föl, tudod a számunkat, nem? Gondoltam, benyomom ezt a sütit, aztán felhívlak. Hello. Szia. Most miért rángattál el? Annyira el vagy olvadva, vagy azt már rossz nézni. Nem vagyok elolvadva. Meg abban semmi nincsen, hogyha fölhíz. Figyelj, te semmit se tanulsz. Mondtam már neked, hogyha nem vagy kemény, akkor nagyon könnyen rábaszhatsz, nem? Teljesen hiába magyarázom neked. Na, gyere, menjünk. Gyere már, Mónika, megyünk haza szépen, jó? Figyelj, most mit csináljak? Nem tudom, figyelj, otthon kigondoljuk, hogy mi legyen, gyere már. Nem bírok, menjél, jó? Majd megyek. Jó. Hello. Anikó! Jaj, érezzem, hogy fel kell nekem jönnöm. Mi van veled, Anikó? Mi van veled, kislányom? Gyere, menjünk be szépen, aztán elmondasz minden sorjában. Jó. Ezt mindjárt húzd is meg. Ez majd segít. Ez még a bátyáéké. Majd. Mindjárt jobb lesz. Mondja, kicsi. Mi bánt? Olyan nehéz minden. Minden ilyen nehéz. Mit csináljunk? De te csak ne félj semmit. Mert meg lesz neked minden, amit csak akarsz. Csak várjad ki szépen, türelmesen. Hát, de nem is az. Tudod, hogy volt a múlnak ez a szerelme. Úgy sajnálom szerint, mert most megtudtuk, hogy van más is az életében a filmnek. De egészen véletlenül derült ám ki. Úgy véletlenül, hogy valaki megsukta, hogy van valami a Krisztián körül. Úgy szégyellem magam a múlni helyébe is. Meg a Krisztián helyébe is, de nagyon elsüllyedtem majdnem. Azért ez csak nem a te életed, kislányom.
De jó megjártál, Krisztián. Volt egy veszekedésük a feleségével, és jól le lett öntve egy nagy kondér levessel, meg az egész pucos ruhája, tiszta tészta lett, meg borsó. Tészta is volt benne. Meg répa, meg borsó. Mm. Most nagyon szenved a Móni. Beszélni kéne annak az embernek a fejével, hogy mit akar. Én erre azt szoktam mondani. A jót kell ám meglátni az emberbe. Vagy megkeresni. Mert hogy hát az vagy mindannyiunkban ott lakik egy angyal. Valamelyik a Krisztiánhoz is beszélek vele. Hogy beszart, hogy megsütöttük? Eszembe a neve, aki abban a bevetési szerkóban jár, holnap estére kell nekem. Na csá! Épp most hívtalak. Beszélnem kell a fejeddel, Miki. Azért jöttem csak. Különben nem jövök. Nézem a tévét, üljél le. Nézed a tévét. Jól rászednek az új haverjaid. Azt hiszed, hogy elfogadnak? Mekkorát fogsz te csalódni? Azt hiszed, hogy a barátjuk vagy mi? Kit érdekel a barátság? Esküszöm, olyan kis buta vagy. Figyelj, én nem vagyok lúzer. Ha megpróbálnak átvágni, ne tudd meg, hogy mi lesz. Leszedem róluk a lét, aztán hip-hop, már itt se vagyok. Ne tudd meg, milyen komoly dologgal bíztak meg. Már is beszélgetés, meg barátság. Itt már mindenki benne van nyakig. El tudom én neked mondani, Miki. Csak tudod, mi a baj? Az a baj, hogy kurva nagy a pofád. És ebben már csak te vagy benne, szerintem. Érted? Ez megérzés. Tudod, mi lesz a megérzés? Hogyha majd a sok lóra tudok leszni. Meg itt. Félted a Miki bácsit, mi? Figyelj. Én nem haragszom, csak a hülyeségeiddel ne fáradszál. Van itt erő is. Meg ész is. Na, ne majd része. Kérsz enni?
Egész jól meg vagyunk egymással. Ha megcsináltam ezt a bulit, elviszlek hajókázni. Meg minden. Jézusom, Miki, mit csináltak veled? Pofán lőttek, bazd meg. Elváltom. Nagyon fáj. Nekem? Be kell menni a kórházba. A faszom megy be. Gyere, de be kell tolni az autót, még le is robbantam. Most mi van? Gyere már, az Isten áldjon meg. Nem érted, lenne az autó a kereszteződésben, benne van az egész szar fényes nappal. Ide jössz, elkezdtem tolni, én meg beülök és indítózom. Jó. Szerinted? Még kéne valaki, szerintem nem? Tóljad már, Isten megálljon, tóljad! Szerinted miért hívtalak ide? Ki kéne ide? Nehogy ide mellé, mert hívtalak, hogy ezt nekünk kell megcsinálni. Nem van az egész fal, tóljad már, könyörgöm! Bazd meg! Bedudáljam a retében a fejedet, és beledugom a seggedbe! Mi van most? Mit hisztizel? Nem hiszem, hogy ez olyan nehéz. Na, ennyi az egész. Miki, csere nem érdekel. Hello. Figyelj. Át kéne pakolni a kocsitba, mert benn van még nálam minden. Közben jött egy kis gáz. Pofán lőttek, bazd meg, de telibe. Álljál fel, bazd meg. Csak utána ez a szar meg még le is rohadt. Ember, jól értem, te ide hoztad. Hát az agyam eldobom, bazd meg. Húzzatok már el innen a faszba. Várjál már. Szerinted mivel bíztalak meg? Szerinted azzal bíztalak meg, hogy ide gyere, és átpakold az én autómba, és avval szállítgass. Szerinted ezzel bíztalak meg, bazd meg? Húzzatok már el a picsába! És mi az, bazd meg, hogy egyszerűen csak így idejössz? Azért kaptad a mobilt, bazd meg, hogyha valami van, akkor fölhívják. Értettem a problémát, kisgyerek. Oda mész te egyedül, bazd meg, okay. És elintézed okay. Te, bazd okay, meg. Figyelj, Szabolcs. Jó, mondjuk arról nem volt szó, hogy lőni is fognak. Figyelj, az meg, te hülye vagy, Anikó? Nézd meg, mit csinált ez a te hülyeséged is. Én mondtam, hogy ez egy bunkó, ezzel ne kezdjél, nem? Nézzek, hogy mi a helyzetbe azt a Krisztián. Gyertek már innen, bazd meg, és addig ne gyere vissza, amíg el nem intézted, érted? Utcán már a kezdjébe, bazd meg! Menjél már, bazd meg! Be kell menni a kórházba. A kurva anyukat ezek engem bepolisztak. Be.
Zsuzsa, gyere! Igen, egy lövegő. Igen, ellátott. Nem ez volt. Igen, nyugtatott is kapott. 5 perc. Itt tartom addig. Jó, rendben. Ki, el kell tűnünk innen. Na, csak legyek túl, majd elintézem én. Van a helyes csúly, vagy te? Ne legyen olyan hideg néha. Olyan miss. Miss. Az angolul van. Kelljél már fel a szentségét, mindjárt itt van a rendőrség, nem érted? Hogy mi a vicc benne? Az benne a vicc, hogy az angolok úgy mondják a nőt, hogy miss, érted? Közben meg, aki nem kedves, az is miss. Elütök az arcokba, hogyha nem indulunk el. Kelljél már. Nem lesz semmi. Figyelj, ne hagyjál most itt. Vigyél el magadhoz. Az volt a baj, hogy ketten jöttek. Menjem, nem volt időm, hogy kipakolni a kocsiból. Jó. Tartsd magad jobban, mert ketté szakadatok. Ki van? Szigorúan a fát. Mit csinálnak? Álljanak meg! Háló, álljanak meg! Add ide a kulcsot! Még jó, hogy nálam volt a lapát. Amikor rám fogta a fegyvert, én azt hittem, hogy beszarok, úgy félek. Viszont nem fáj. Pedig majdnem kiment 3 fogam. Miki. Akkor a lúzer vagyok. Miki, indítsál már, könyörgök! Én most nem tudok vezetni. Én meg nem tudok vezetni. De hogy nem. Való. Miki, mit csináljak, nem indul? Miki, még segítened kell, hallod? Ne hülyéskedjél, már segítsél! Jaj, nem igaz. Nem hiszem. Úristen. Nem igaz. Hoztam valamit. Ott van hátul, már oda akartam adni.